Na, hello! Szóval, jó kajákhoz, jó sztorik. Most eh, órákig nem értem rá főzni, mert tulajdonképpen a házi kincstár se úgy áll, hogy itt őrületes bevásárlások legyenek, úgyhogy használom, ami van. Konzervo. Konzervo. Egy ilyen csodálatos mixet. Földobtam némi pirított csorítóval, és akkor már a kukoricát, meg ezt a mixet is megpirítottam. Ez lesz az alapja, és rengeteg... Uh, répa volt otthon, valamilyen indokból, kifolyólag fokhagymát összenyomtam, fokhagyma nyomóval, és a répa meg némi tonhal került bele, valamint egy kis uh, sajti línyó. Úgyhogy erre jó meleg cucra, rányomom só borsos uh, répát, tonhallal, meg sajtal. aztán persze kell még hozzá pötik kis citrom, megborsozzuk, bors sem elég. És csináltam házi kenyeret. Itt van. Házi kenyérre, még jó meleg, ráteszek egy kis vajacskát, és utána rátesszük a cuccot. Ez tulajdonképpen egy 10 perces kaja, viszonylag büdzsé kímélő, és már is mehet a sztorizás. Tessék! Úgy mehet rá a halacska mehet le rá a répa. Tulajdonképpen ez egy ilyen light is saláta. Egy ilyen szegény ember salátája, ő viszont fenséges ízekkel. Megkóstoljam nektek, helyettetek, figyelj! Ma mm. jó! Az a lényeg, annyi fog legyen bele, hogy széttörrenje dör, az agyad. Hagyma, citrom, tonha, egy kicsi friss íz, Ugye a répában semmit nem csináltam, csak megpucoltam, leveszeltem. Mm. És egy kis sajtot tettem bele, szinte bármilyen sajtó. Teliszája, nem jó beszélni. Uh -huh. Le is öblítem. Mm. Nos, a sztori a jó kajához. Elmesélek csak most csak nektek egy olyan storyt, amit elmondtak elmondtok bárkinek, súlyosan megtalálhatnak ezért. Szóval volt ez a Volt Fesztiválom, körülbelül egy olyan, hát azt mondanám, 7 évvel ezelőtt. Kezdőzenekar voltunk, és végre a Volt Fesztiválra bejuttunk. Jutottunk. A második nagy színpadon játszottunk, ami a Petőfi nagy volt, és hát volt egy kis szépséghibája az egész dolognak, hogy nem kaptunk érte pénzt. Tehát az öcsémnek, aki Suzuki-ába beszállt a zenekar, öt tagú zenekar, és mindent, ami nem fér be, tehát tulajdonképpen a cájgot, a zenekari eszközöket, a hangszereket, az erősítőket, bekunyaráltuk Jamie Winchesternek a nagy buszába, hova befér. Úgyhogy ment Jamie elő, a mi bekunyarált cuccunk utána, majd a zenekar. Leértünk, fölmentünk, második nagy színpad, délután kettő, oda sütött a nap. Napszúrást kaptunk, majd a zenekar lejött, és szomés volt. Semennyi pénzünk nem volt, mert beletettük az összes pénzünket a tankolásba. Úgyhogy Anna, és akkor még Jávor Péter volt a menedzserünk, fogtuk magunkat, és az előre megfontolt szándékkal kért karszalagjainkat. beírtuk, hogy fúvósaink is vannak, meg táncosaink is vannak, de voltak, azokat megfogtuk, és úgy, ahogy voltam kifestve, magas sarkú piros csizmába, nyakik sminkbe, miniszoknyába, Rette, úgy néztem ki, mint, mint, mint valami, valami időt bohóc. Fogtam magam, a menedzseremmel, meg a karszalagokkal, elhagytuk a fesztivál területét. Kimentünk oda, ahol a kanyarog az út a fesztivál felé, és már csak a dílerek vannak. Lehagytuk a dílereket is. Kiáltunk a sarokra, eleinte nagyon szégyenlősen, később egyre jobban belejöttünk, elkezdtük árulni a karszalagokat. Viszonylag hamar rájöttek az emberek, hogy itt valami nincs rendben az outfitemet tekintve. Úgyhogy köréngültek, és én licitre bocsátottam azt a hét logat ami nálunk volt. Eladtuk, sose felejtem el, 32 ezer forintot kaptunk értük. Rohanva mentünk vissza a fesztiválra, és a zenekaromnak a kezébe nyomtam a pénzt, és azt mondtam, gyerekek, sör, fröccs, gírosz és palacsinta. Rakendról! Ennyi. Egészségetekre. Na. No, hay